Kívánok, Makrik Márton vagyok, a bejelentőben. Legyenek szívesek már a Kabar utca 13 szám alá kijönni, mert a hálózatban ég a doboz. Nem tudok se hűtőn, se semmit. Tehát akkor még egyszer előről elkezdem, jó? Tehát csokolom ez itt a műszakébe bejelentő, miben tudok segíteni? Micsodát? Miben tudok segíteni? Tehát mi a probléma? Hol van ez? Kabar utca 13 szám alatt van. De melyik faluban? Valóban a franc karikát Debrecenben. Debrecenben, csak én ezt nem tudom, hogy mert ez egy központi hiba bejelentő az egész. Igen, cirkalmazzuk csak, vagy egy óra hosszáig, hagyj égjen a ház, igaz? Igen, tehát akkor jó. Hol van ez Debrecen? Debrecenben, igen. Igen, Debrecen. Mennyi ideig kell várni? Kabar utca 13. Kabar. 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 Kabar 13-as. Horváth Etelka hölgyem. Igen. A Monostor tájúton csinálják ott az utat, és ott van valami probléma, mert ég a doboz, ég a házban, minden ki van. Két órakor lefekszek, és háromkor már úgy ég a doboz, hogy rázkódik az egész mindenség. Tehát akkor még egyszer nem értem, tehát ég a villanyóra? Ne, a villanyórát már kétszer csapta ki, a körtét leégette. Kim voltak, és azt mondták, hogy még egy eset, akkor lecserélik az órát. Most nem, hogy még egy eset, hanem még veszélyesebb. A doboz, a hálózat. Hölgyem, egy pillanatra meghallgatnak, tehát mi a probléma? Ég? Mi ég? Nem értem, hogy mi ég. Hogy a villany nem tudom használni, ha leótva semmi nincsen üzemelve, hűtő, semmi, se, akkor is világítés, robog, és az a francos doboz, meg... Hölgyem, tüzet fogott? Tüzet fogott? Tehát ég, gyúlik, füstöl? Tehát égnek a dobozra. Füstöl? A lakásba. De füstöl, ég, meggyulladt, tüzet fogott, piros? Nem piros. Én nem tudom, hogy miért. Hölgyem, miről van szó? Nem értem, hogy miről van szó. Tehát hát, ég... ha ötször-hatszor megmagyarázom, jöjjenek és megtudják. Nem, hölgyem. Elég volt először... az idegességből, elég volt az idegességből, elég volt! Hölgyem.